No kérem szépen, szép jó estét kívánok! Ismét ma este is innen a Budapesti Művelődési Központból meséket fogok olvasni, fél órás időtartamban. Klasszikusokat fogunk nézni, változatlanul ez a kedvenc mesekönyvem, ebből fogjuk válogatni. Nézzük is meg a mai első mesénket. A varázslók és boszorkányok, óriások és dzsinek. Ez ennek a fejezetnek a címe. Az első egy grimmese. Jancsi és Juliska egy mélységesen mély sötét erdő szélén élt egy szegény favágó a feleségével, egy gonosz, rossz indulatú asszonsággal, és velük élt a két gyermekük, Jancsi és Juliska is. A család nagyon szegény volt, és gyakran alig-alig került étel az asztalra. Egy rettenetes napon egyáltalán nem volt mit enniük, és este mindenki éhesen feküdt le. Jancsi nem tudott elaludni, így meghallotta, mit mondott az anyja az apjának. Ide hallgass, apjuk! Mondta rossz indulattól elvékonyodott hangon. Túl sok éhez száj van ebben a házban. Holnap hajtott a gyerekeket az erdőben. De anyjuk, hát nem hagyhatom a a gyerekeket. Az erdőben farkasok járnak, mondta a szegény fogágó. De az asszony nem hagyott neki nyugtot, amíg bele nem egyezett, hogy végrehajtja a szörny gonosz tervet. Jancsi! Érezte, hogy a szíve égé válik. De mivel okos fiú volt, kiszökött és megtöltötte a zsebeit a ház körül heverő fényes fehér kavicsokkal. Másnap reggel mindannyian korán fölkeltek. Jancsi és Juliska az apjukkal együtt elindultak az erdő mélyébe. Az apjuk tüzet gyújtott nekik, és azt mondta, hogy elmegy fát vágni, de visszafele értük jön. Amikor elment, könnyek peregtek le az arcán. Lassan telt a nap. Jancsi táplálta a tüzet, de amikor leszállsz az este, nagyon hideg lett, és a fák árnyékában mindenféle zajokat hallottak. Juriska nem értette, miért nem jött értük az apjuk, ezért Jancsi kénytelen volt elmesélni neki, miként bírta rá az anyjuk az, az apjukat, hogy szánt szándékkal hagyja magukra őket. De egyet se fél Juliska mosolygott rá Jancsi hazavezetlek. És azzal megmutatta a testvérének a csillogó fehér kavicsok sorát a földön, amelyeket akkor potyogtatott el szépen egymás után, amikor reggel az apjukkal elindultak az erdő mélyébe. Hamarosan hazaértek, és az apjuk nagy boldogsággal fogadta őket, de az anyjuk nem örült nekik. Telt múlt az idő, nagyon kevés étellel is beérték, de megint eljött a napja, amikor Jancsi azt hallotta, hogy az anyuk követeli, hogy a fovágó megint hagyja ott őket az erdőben. Ez alkalommal azonban, amikor Jancsi ki akart menni, hogy fényes kavicsokat gyűjtsön, zárva találta az ajtót. Reggel az apjuk mindkettőjüknek adott egy kis darab kenyeret, aztán még a múltkorinán is távolabb bevitte őket az erdő mélyére. Jancsi egész nap vigasztalta Juliskát, és elmondta neki, hogy most kenyérmorzsákkal jelölte meg az útjukat, hogy biztosan hazataláljanak. Ám amikor följött a hold, és a gyerekek elindultak volna, sehol nem találták a kenyérmorzsákat, mert a madarak mindet fölcsipegették. Nem maradt más választásuk, mint hogy lefeküdjenek aludni az egyik nagy fa alatt, és majd reggel kitalálják, hogy mit évők legyenek. Másnap egész nap csak gyalogoltak, de semmi más nem láttak, csak egyre több hatalmas nagy fát. A rákövetkező nap is így jártak. Most már nem csak fáztak, meg éhesek voltak, de nagyon féltek is. Úgy tűnt, soha az életben nem találnak ki ebből az erdőből, ekkor azonban, itt mikor sötétedni kezdett, egy kis tisztásra értek, ahol egy egészen különös ház állt. A falak mézes kalácsból voltak, az ablakok a legfinomabb vatta cukorból, a cserepek meg élénk színű csíkos cukorkákból. Jancsi és Juliska alig hitt a szerencséjének, és nem sokára már ízlelgették is a mézeskalács házikóból letör darabkákat. Ekkor azonban oda egy vékony hang hallatszott. Egér, egér, kisegér, mézes kalácsot kikér! Egy vénséges vén anyóka jött elő a házból. Mézes mázosan rámosolygott a gyerekekre, és így szólt. Drága gyermekeim, nem kell megennetek a házamat. Gyertek csak be és adok nektek enni bőven, meg meleg, puha ágyacskákban alhattok. Jancsi és Juliska nem sokat kérette magát. Hamarosan fülig jól laktak meleg tejjel, mézes puszedlivel, meg almával. Mindketten hamar álomba merültek alig ha sejtették, hogy nagyobb bajban vannak, mint azelőtt bármikor. A vénséges vén anyóka nem volt más, mint egy gonosz boszorka, aki már el is határozta, hogy Juliskát a konyhában fogja dolgoztatni, Jancsit meg szépen fölhízlalja, hogy aztán megegye. Másnap reggel a boszorka bezárta Jancsit egy nagy ketrecbe. Juliskának meg a kezébe nyomott egy cseprűt, hogy takarítsa ki a mézes kalács házat a pincétől a padlásig. Este Jancsi egy nagy csirkét kapott vacsorára, de szegény Juliska csak egy darab száraz kenyeret. Így teltek-múltak a napok. A boszorka azonban nem látott valami jól, úgyhogy reggel, amikor azt mondta Jancsinak, hogy dugja ki az ujját a ketrecből, hogy meg, mert meg akarja vizsgálni, mennyire sikerült már meghíznia, ami okos Jancsink egy csirke csontot dugott ki a rácsok közt. Hogy a boszorka azt higgye, még mindig túl nyiszt lett ahhoz, hogy megegyék. Sok nap telt el így, de a boszorka egyszer csak megelégelte a dolgot, és elhatározta, hogy most már mindenképp megeszi Jancsit. Megpalancsolta tehát Juliskának, hogy segítsen előkészíteni a kemencét. A boszorka kenyeret is dagasztotta a vacsorájához, és amikor a kemence már jó forró volt, betolta a tésztát sülni. A konyhát hamarosan megtöltötte a kenyér finom illata, és a boszorka ráparancsolt Juliskára, hogy húzza ki a kenyeret a kemencéből hűlni. De Juliskának is megvolt a magához való esze úgy tett, mint aki nem éri el a kemence mélyén a cipót, és amikor a boszorka jól behajolt a kemencébe, Juliska hátulról taszajtott rajta egyet, és zsupsz rázárta a vasajtót. Hát így lett vége a gonosz boszorkának. Juliska kiengedte Jancsit a ketrecből, és újra elindultak, hogy megkeressék az otthonukat. Ennyi kaland után végre rájuk mosolygott a szerencse, és hamar haza találtak. Otthon találkoztak az apjukkal, aki kimondhatatlanul örült, hogy ismét egymásra találtak. És kérdezhetnétek, mi történt a gonosz anyjukkal? Hát a szegény favágónak egyetlen boldog percesen volt, amióta otthagyta a gyerekeit az erdőben. Olyan búbánatos lett, hogy a felesége úgy döntött, hogy már nem is akar vele élni egy nappal azelőtt, hogy Jancsi és Uriska hazatért, az asszony szedte a sátorfáját is elment. Hát meg is érdemelte. A következő mesénk egy perzsa tündérmese. Amal és a Jean. Sok teli holdal ezelőtt az ősi Perzsiában élt egyszer egy Amál nevű okos fiatalember, aki sokat tudott a világról. Egy nap Amál szerencsétlenségére összetalálkozott egy dzsinnel. A dzsinnek lehetnek kedvesek is, de a igen csak rossz kedve volt, és minden áron bele akart kötni valakibe. Amálnak nem sok ideje maradt a gondolkodásra. Fegyver nem volt nála, de egy dzsinnel szemben amúgy sem sok hasznát vette volna a fegyverének. Csak két dolog a zsebébe egy tojás, meg egy kis só. A Jin nagy kavarogva odaért Amálhoz, de még mielőtt megszólalhatott volna, Amál így kiáltott. Jin, mérjük össze magunkat, hogy ki az erősebb. Azt hihetnénk, hogy ez bizony igen bolond ötlet volt, de Amál két dolgot tudott a Jeanekről. Először is tudta, hogy mindig jobb átvenni az irányítást, másodszor pedig tudta, hogy a dzsinek nem túl okosak ügyesen tudnak ékes palotákat elővarázsolni, meg szőnyeget röptetni, de amikor egyszerű józan észre volna szükség, akkor bizony kicsit lassúak szegények. A dzsin ránézett Amára, és hatalmas kacajt hallatott. Nem volt valami szép hangja, de Amal nem ilyet meg tőle. Hát te aztán, nem nézel ki valami erősnek, viokta a dzsin, ezt a versenyt könnyedén megnyerem folytatta nevetve. Amal fölemelt egy követ. Addig szorítsd ezt a követ, amíg el nem kezd folyni belőle a víz. Mondta, és azzal átadta a dzsinnek a követ. A dzsinn megfogta a követ, szorította, erőlködött, megfújtatott, de persze a kőből nem sikerült vizet fakasztania. Mérgében aztán föltözvágta. Lehetetlenség vetette oda. Amal lehajolt, fölvette a követ, és megszorította. Ropogó hang hallatszott, és folyadék futott le Amal ujján. A dzsinn megdöbbent bizony te is megdöbbentél volna, ha látod. A mi okos ámálunk nem tett mást, mint hogy a tojást ugyanabba a kezébe fogta, mint a követ, és összetörte a tojást. De amint mondtam, a dzsinek nem valami okosak, és a miénk sem volt kivétel. Ekkor Amal így szólt. Most én nyertem, de lehet, hogy a legközelebb neked fog sikerülnöd. Neked fog sikerülni összetörni a követ. Azzal oda nyújtott a dzsinnek egy másik követ. A Jin megfogta a követ, szorította, erőlködött, megfújtatott, de persze nem sikerült a követ porrázúznia, még egy ici picit sem. Mérgében aztán földhöz vágta. Amál fölvette és megszorította. És amint szorította, örlő hang hallatszott, és por hullott le az ujjai közül. A Jin megdöbbent. Bizony, te is megdöbbentél volna, hogyha látod, de már biztosan kitaláltad, hogy a mi okos amalunk mit csinált. A sót is a kezébe vette a kővel együtt. A Jin úgy érezte, hogy csorba esett a tekintélyen, ám már ügyessége miatt, úgyhogy valamit tennie kellett. El kell ismernem, hogy kitűntél a küzdelemben, mondta a Amalnak. Engedd meg, hogy osztozzak az ünneplésben, és meghívjalak vacsorára. Gyere el a házamba, és töltsd nálam az éjszakát, mondta mosolyogva. De Amal elkapta a mosolyát, és továbbra is éber maradt. A rémes vacsora után a dzsinn nem volt valami nagy szakács, mindketten lefeküdtek aludni a dzsinn barlangjában. Amikor Amál már biztos volt benne, hogy a džin elaludt, fogta magát és átköltözött a barlang túloldalára, de a párnáját ott hagyta az ágyon, hogy úgy tűnjön, mintha még mindig ott aludna. Aztán csak figyelt. Amikor a hajnal első sugara bevilágított a barlangba, a džin fölébredt. Fölkapott egy hatalmas husángot, odakúszott, ahol azt hitte, hogy Amal alszik, és lecsapott a husángal az ágyra hétszer egymás után. Aztán kiment a barlangból, hogy vizet hozzon a reggeli teájához. Elképzelhetitek, mennyire megdöbbent, amikor visszatért, és ott találta Amalt, amint fütyörészve épp tüzet Jó reggel, Ginn! Gondoltam, elkezdek reggelit csinálni, mondta Amal vidáman. Remélem, jobban aludtál, mint én, folytatta. Valami ronda bogár megcsípta az arcomat éjszaka hétszer is egymás után. Erre aztán a Jin hatalmas sikítással, amilyen gyorsan csak tudod, belegomolygott egy régi olajlámpásba, ami a barlang fenekén hevert. Aztán sok száz évig nem került elő, míg nem egy Aladdin nevű ifjú meg nem találta a lámpást. De az már egy másik mese, igaz? folytatom egy igazi, klasszikus Grimm mesével. Hófehérke és a hét törpe. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyné, aki épp az ablak mellett varrogatott a születendő gyermekére gondolt, amikor a tű megszúrta az ujját, és a piros vér az ébenfa ablak párkányon át lehullott a fehér hóra. Azt kívánom, hogy a kislányom olyan fehér legyen, mint a hó, olyan fekete, mint az ébenfa, és olyan piros, mint a vér, mondta magában, és úgy is lett. A kicsi lányának a bőre fehér volt, mint a hó. Az ajkai pirosak, mint a vér, a haja pedig ében fekete, úgyhogy hófehérkének nevezték el. De a királyné meghalt, és a király új feleséget keresett magának. Az új feleség nagyon szépséges volt, de a szíve helyén hidegség lakott, és nem szívelhette hófehérkét. Az új királyné minden reggel belenézett a csoda tükrébe, és így szólt. Tükröm, tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a vidéken? És a tükör mindig megfelelt. Úrnőm, te vagy mindenek közt a leges legszebb. A királyné tehát megnyugodhatott. Hét év telt el, és hófehérkéből csinos kisnáy lett, akit az édesanyja kedves természetét örökölte. Egyik reggel a királyné szokás szerint belenézett a tükrébe, ám ezúttal a tükör válasza irítséggel töltötte el. Szép vagy, úr, nem szép vagy, de hófehérke, mindenek közt a leges legszebb. A királyné ekkor megparancsolta a vadászának, hogy ölje meg hófehérkét. De a vadász nem volt képes ilyen gonoszságra, úgyhogy elrejtette a hófehérkét az erdő mélyén. Szegény hófehérke addig bolyongott, amíg teljesen ki nem merült. Hirtelen valami fényt látott megvillanni a távolban a fák között. Egy kis ház volt az, az egyik ablakában egy lámpás pislákolt. Amint megérintette, az ajtó azonnal kinyílt, és hófehérke bement. Bent rendben állt minden. A tisztára sikált faasztal meg volt terítve, hét tányér és hét csésze sorakozott rajta. Hét kis szék állt a kandalló előtt, a hátsó falnál meg hét kis ágy állt élénk színű takarókkal leterítve. A kandalló mellé oda volt készítve a fa, úgyhogy hófehérke megrakta a tüzet. Leült az egyik székre, és hamarosan mély álomba merült. A kis házikó hét törpéjé volt. Amikor este hazaértek és ott találták a mélyen alvó hófehérkét, nem tudták mire vélni a dolgot. Lábúj hegyen járkálva készítették a vacsorájukat, de amikor a forró gulyás leves illata megtöltötte a szobát, hófehérke azonnal fölébredt. Nagyon meglepődött a hét törpe rászegeződő pillantásától, de nem sokára már azt is elmesélte nekik, hogyan került az erdő mélyére. A törpék igen haragosak voltak, amiért a gonosz királynéről ilyeneket hallottak. – Itt maradhatok veletek? – kérdezte a hófehérke. – Gondotokat viselném, és minden este vacsorával várnálak benneteket. A törpék, hát, nagyon megörültek az ötletnek, és már neki is láttak, hogy hófehérkének saját széket meg ágyat készítsenek. Fönt a kastélyban a királyné reggel megint belenézett a tükrébe, és azt kérdezte. Tükröm, tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a vidéken? El lehet képzelni, milyen dühös lett, amikor a tükör így felelt. Szép vagy, úrném, szép vagy, de hófehérke, aki az erdő mélyén akik a hét törpe házába, mindenek közt ő a leges legszebb. A királyné erre öreg házalónak álcázva magát, megkereste a hét törpe házát. Hófehérke nem ismerte föl a királynét, és behívta a házba. Istenem, Istenem, kellene már egy új szallag a ruhádra, mondta a vénasszony, és úgy meghúzta hófehérke derekán a szallagot, hogy a lány nem kapott többé levegőt. Amikor a törpék aznap este hazaértek, rémülten látták, hogy hófehérke halott sápadtan fekszik a padlón. Fölemelték, és persze azonnal észrevették a szallagot. Gyorsan elvágták a szoros madzagot, és hófehérke orcájába visszatért a szín most már tudod, hogy a királynénak semmi sem parancsol megállt, kiáltották. Soha többé nem szabad senkit beengedned. A királyné másnap reggel is belenézett a tükrébe, és örjöngés fogta el, amikor a tükör azt mondta, hogy még mindig hófehérke a leges legszebb. Gombokat meg fésűt áruló cigányasszonynak álcázta magát. Hófehérke, jól emlékezett, mit mondtak neki a törpék, és nem nyitott ajtót. De a cigány asszony beadott neki egy fésűt az ablakon át, és amint a fésű belekapott a hajába, hófehérke összeesett, mert a fésű persze meg volt mérgezve. Amikor a törpék hazaértek, és megtalálták hófehérkét, rögtön a királynére gyanakodtak. Megtalálták a fésűt, és kihúzták a hajából, mire hófehérke azonnal fölült, és már is jobban volt. Amikor másnap reggel munkába indultak, megeskedték, hogy még óvatosabb lesz. Így aztán, amikor egy almát áruló parasztasszony jött, Hófehérke még az ablakot sem nyitotta ki. Kigondolná rólam, hogy meg akarlak mérgezni, mondta a parasztasszony, aki persze nem volt más, mint az áruhás királyné. Csak egy pár almát akarok adni neked, nézd, milyen zamatosak! Azzal beleharapott az egyikbe. Hófehérke biztos volt benne, hogy minden rendben van, és elvette az almát de a királyné csak az alma egyik oldalát mérgezte meg, és amint Hófehérke a másik oldalán belearapott, azonnal holtan esett össze. Amikor a törpék hazaértek, már semmit sem tehettek. Hófehérke tényleg meghalt. Nem tudták elviselni a gondolatot, hogy a hideg földbe temessék, úgyhogy üvegkoporsóba tették, a koporsó oldalára ezüsttel írták rá a nevét, a koporsót elvitték az erdő egyik védett szegletébe, és körbeültették vadvirágokkal. Amikor a királyné reggel a tükrébe nézett, azt hallotta, amit hallani akart. Királyné, te vagy mindenek közt a leges legszebb. Teltek múltak az évek, Hófehérke feküdt az üveg koporsójában, és szebb volt, mint valaha. A törpék vigyáztak rá, és egy napon egy fiatal királyfit láttak a koporsó mellett térdelni. Első pillantásra beleszeretett hófehérkébe, amikor a törpék látták, hogy milyen mély érzéseket táplál a királyfi hófehérke iránt, beleegyeztek, hogy elvihesse az üveg koporsót a palotája rózsakertjébe. Amint a királyfi fölemelte az üvegkopósót, a mérgezett alma darab kicsusszant a hófehérke ajkai közül, és a leány kinyitotta a szemét. Meglátta a királyfit meg a hűséges törpét, és azt kérdezte, hát hol vagyok, mi történt velem? A nagy izgalomban mindenki egyszerre beszélt. A királyfi nem vesztegette az időt, és azonnal megkérte Hófehérke kezét. Hófehérke igent mondott azzal a feltétellel, hogy a törpék vele jöhetnek a palotába. Aztán boldogan éltek, még meg nem haltak. Na de kérem, mi történt a királynéval? Hófehérke meg a királyfi lakodalmának reggelén ismét belenézett a tükrébe. Tükröm, tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör így felelt, hófehérke úrnőm, hófehérke, akinek ma van a lakodalma a királyfival, ő a leges legszebb. A királyné mérgében olyan ronda lett, hogy a tükre darabokra tört. Halál a napjáig nem nézhetett többé tükörbe. Keresek még egy nyúlfarknyi mesét. Ez egy német tündérmese. A répákat számláló óriás. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer fönt a hegyek közt egy óriás, aki folyton álmos volt. Amikor aztán elaludt, egyszerre több száz évig is húzta a lóbőrt, úgyhogy mikor fölébredt, alaposan megváltozott körülötte a világ. Volt már pásztor, de nem tetszett neki a szegénység, inkább visszament aludni. Egy másik látogatása alkalmával egy gazdag farmer életét élte, akkor meg rájött, hogy a cselédek meglopják, és inkább visszament aludni. Amikor aztán újból fölébredt, leballagott a hegy oldalon, hogy megnéze, arra felé mit lát. Talált egy kőmedencét, amiben a sziklafal magasságából zubogott alá egy vízesés. Egy csapat nevet gélő leány fürdette a lábacskáját a medencében. Az óriás elrejtőzött, úgy figyelte őket. Az egyik leány csöndesebb volt, mint a többi, de az óriás szemében ő volt a legszebb. Erzsébetnek hívták, és néhány nap múlva készült hozzá menni a herceghez. A barátnőivel épp a lakodalomról fecsegtek, a lábukat lógázva a vízben, miközben az óriás egyre csak őket bámulta. Amikor elmentek, az óriás szíve megtelt szomorúsággal, mert rájött, hogy mennyire magányos. Elhatározta, hogy meghódítja Erzsébet szívét. Egész éjjel munkálkodott, a vízes és alatti éles köveket márványal borította be, hogy ragyogjanak a tiszta vízben. A medencét kibélelte ezüsttel, és sebesen cikázó aranyhalakat hozott bele. A partra buja zöld füvet ültetett, édesen illatozó violát, ne felejtseket, meg játszintot is rejtett a fű közé. Aztán ismét elrejtőzött. Amikor a lányok megérkeztek, nagyon meglepődtek, csak Erzsébet volt tűnődő. Tudtam, hogy itt valami varázslatnak kell lennie. Óvatosan odament a medence széléhez, belenézett, és az aranyhalaktól nyűsgő ezüstös mélység hívogatta. És amint belenézett, egy suttogó hang arra bíztatta, hogy lépjen bele a medencébe. Hirtelen csobbanás hallatszott, és mire a barátnői aggódva fölkapták a fejüket, Erzsébet már el is tűnt a vízben. A lányok odaszaladtak a medencéhez, és bizslatták az ezüstös mélységet, de hiába keresték Erzsébetet. Amikor visszaértek, és elmondták a fiatal hercegnek, mi történt, az rohant a medencéhez. Addigra azonban az óriás minden csodája eltűnt. A vízes és meredek fekete sziklákon tört meg, az ezüst, ezüstözést meg az aranyhalak is eltűntek, és egyetlen virág sem maradt. A herceg szomorúan ment vissza a palotába, és vígasztalhatatlan volt. Ezzel a Erzsébet az óriás kertjében találta magát. Az óriás könyörgött neki, hogy maradjon vele, és legyen a királynéja, de Erzsébet azt felelte, hogy ő szereti a herceget, és nem fogja elhagyni. Az óriás reménykedett benne, hogy egy idő után Erzsébet elfelejti a herceget, de ahogy teltek múltak a napok, a lány egyre sápadtabb és szomorúbb lett. Az óriás azon gondolkodott, mit is lehetne, Tenni, ő mit is tehetne, hogy felvidítsa és jobb belátásra bírja. Ekkor eszébe jutott a varázspálcája. Amit csak megérintenek vele, olyan állattá változik, amilyet csak kíván. Oda a varázspálcát Erzsébetnek, aki egy pár órára felvidított, hogy egyszer egy kis cica, aztán egy kutyus, utána még kanári került elő a pálca segítségével, de nem sokára újra szótlanul csörgött. Na már most. Az óriás nagyon finom sárga répát termesztett, és erre igen büszke is volt. Kihúzott néhány sárga répát a földből Erzsébetnek vacsorára, akinek nagyon ízlett a répa, és azt mondta, hogy még soha életében ilyen finomat nem evett. És ez igaz is volt. Másnap az óriás kivitte Erzsébetet a kastély mögötti földekre, ahol a sárga répa termett ameddig a szem ellátott, sorjázott a sárga répa mindenfelé. Erzsébet megkérdezte az óriást, hány répa nő a földjein, de az óriás még megbecsülni sem tudta. Könyörgőre fogta, hogy legalább egy sornyit számoljon meg, és amint az óriás számolgatni kezdte a répát, Erzsébet gyorsan kirántotta a varázspálcát a köpönyege alól, és egy fekete kőre szegezte. A kő tüzesen doboló fekete paripává változott, Erzsébet fölpattant rá, és már vágtatott is végig a völgyön minél messzebb az óriástól. Másnap Erzsébet hozzáment a herceghez, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. A magányos óriás visszaballagott a kertjébe, és mély álomba merült. Sok száz év telt el, és az óriás még mindig nem ébredt fel. Idővel fű, növények, meg fák nőtték be a szunnyadó óriást, de az csak aludt és aludt tovább. Az évek során ezt a dombocskát elnevezték orijás-hegynek és még ma is így hívják. Úgyhogy, ha egy hegyoldalban répaföldet láttok, vigyázzatok, mert meg lehet, nagyon közel jártok egy alvó óriáshoz. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, találkozunk holnap is. Sziasztok!